Jól kezdték a meccset a sereghajtó fővárosiak ellen a hazaiak, Szlovenszki Tibor 610 fát elérve szerzett csapatpontot, míg Magyarósi Péter 588 fás teljesítménnyel tette ugyanazt. Az első kör után így 2-0-ra vezetett az NTK úgy, hogy a nyíregyháziaknak 83 fa előnyük volt riválisukkal szemben. A középső párban úgy láttuk, hogy a Ráski Jánosra az egyik biztos vendégpontot írták, míg jó magamra egy közepes eredménnyel bíró játékost. Sajnos nekem néhány fákon mentek el a másik, amelyik negyedik szettek, és így alakulhatott ki, hogy a középső pár után 2-2-re álltunk, és még vezetünk 42 fával, de a zárósorban még bármi előfordulhatott. Azonban nagyszerűen bekezdett a Hakker-Szegő Levente párosunk a zárósorba, és mivel már Dezső rögtön az első pályán több mint 50 fát vert ellenfelére, így már biztosan lehetett tudni, hogy hazai siker fog következni, de azért még mindenképpen meg kellett küzdeni a fontos szetpontokért, és az utolsó pályán a Szegő Levente is begyűjtötte a fontos csapatpontját. Az NTK végül 3438 fát dobva 6-2-re megnyerte a mérkőzést. Fintáig szombaton ahhoz a Kaposvárhoz látogatnak, amelyet még soha nem sikerült legyőzniük a Szuperligában. Nem feltett kézzel megyünk Kaposvárra, tavalyi évben már egész jól érezte jó néhány játékosunk a kaposvári pályát, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk jól játszani, és nagyon bízom benne, hogy végre valahára egy ilyen meglepetés újra benne van ebbe a csapatba, és most Kaposváron kijön majd nekünk a lépés. A Szuperliga tabellájának élén 12 fordulót követően a Szeged áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 20 pontos Lipce Lakot és a 19 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 8 ponttal a 9. helyet foglalja el a 12 csapatot számláló mezőnyben.